A megvalósuló beruházás nem csak ezeket az utcákat, hanem az egész úgynevezett Bos árkot érinti. A Bos üzemmel szemben már az autópályán van egy vízgyűjtő terület, ahonnan a víz bejön egy árkon keresztül a Kölcsi utcánál lévő csapadékvízelvezető hálózatba. Nem volt zsilip, az ott összegyűlt csapadékvíz gyakorlatilag korlátozás nélkül terhelte a rendszert. Ott ezen pályázat keretében ki lesz alakítva egy zsilip, hogy az ott megjelenő csapadékvíz ne jöjjön be a rendszerbe. Nagyjából a horvát Rudolfék területén átmegy újra az autópálya alatt, ott már lesz egy két szivattyúból álló átemelő rendszer egy zsilippel. Emellett a Liszt-Ferenc, Kandó Kálmán, Irinyi János, Bartók Béla utak végén lévő ároknál is lesz egy két szivattyús átemelő rendszer, ami a Bérpatakba pumpálja a vizet. Eddig mindez gravitációval működött, ami akkor okozott problémát, ha patak vízszintje magas volt. Ilyenkor a csapadék nem tudott elfolyni. Ezzel a beruházással mindezt teljesen kizárják. A pályázathoz pedig a városnak nem kell önerőt biztosítania. A 100 millió az teljes egészében támogatás, Európai Uniós forrás, és hát nagy űrt tölt be. Ehhez a városnak nem kell pénzt tenni. Amit ehhez pénzt teszünk, az elindítottunk egy folyamatot, a választásokat követően egyből, gépet vásároltunk, személyi feltételeket, tárgyi feltételeket biztosítottunk, és először a külterületeken, a Türün térre, tehát a lefolyás irányba eső részeket takarítottuk ki, árkokat, csatornákat, vízátereszeket, és hát most lakott területen belül dolgozunk, és hát ott is tisztítjuk, takarítjuk ki az árkokat. Tulajdonképpen a feladatunk az az, hogy ugyan ne legyen víz, de ha víz van, akkor azt el tudjuk vezetni. Emellett már folyamatban van egy másik pályázat, aminek az értéke 500 millió forint. Város déli részének, a sóderestől fölfelé eső területeknek a rendbetételét fogja jelenteni, illetve hát szeretném még más pályázatokon is indulni, várjuk, hogy ezek a lehetőségek megnyíljanak, hiszen azért van itt még problémánk a Népkertben, és ahol összegyűlik a víz, hogyha nagyobb eső van. Én úgy gondolom, hogy a víz elleni vérekedés az egy örök folyamat egy város életében. A Liszt-Ferenc utcában megvalósuló beruházás várhatóan ősszel indul el.